Bátaszék idejévi költségvetésében 3 millió forintot irányzott elő a patka rendezésekre. Ennek megfelelően több utcában is megkezdték a munkálatokat. Először a Babics utca, illetve a Kövesdi utcának a szakaszait fogjuk helyreállítani olyan módon, hogy martaszfaltos megoldással, ezzel együtt a vízelvezetés biztosítva legyen. A patkarendezés folyamatosan zajlott az elmúlt évek alatt is, a lehetőségekhez mérten a város folyamatosan tett lépéseket a minőség javítása érdekében, mondta Bozsodik Zoltán. Mindenképpen szükséges volt ennek a felújítási munkának az elvégzése, hiszen a forgalombiztonságra veszélyes kátyuk alakultak már ki a patkán, amiket mindenképpen meg kell szüntetni. Több mint egy kilométer hosszban fogunk patkát javítani, az említett utcákban a szilárd burkolat mellett. Ebben az évben és néhány héten belül megkezdjük a vízelvezető árkoknak a karbantartását is. Itt gyakorlatilag a várhatóan az Ifjúság utca, illetve Magyar utca, Baross utca árok szakasz kerül majd munka alá. Itt is közel 1 millió forint értékben fog a vállalkozó árokarbantartási munkát végezni. Itt a belvízelvezetés, illetve a lefolyás biztosítása a befogadó irányába, hiszen nagyobb csapadék esetén az ingatlanokon belül is megáll a víz, illetve az ingatlanokról kivezetett víznek az elfolyását biztosítjuk ezzel. Műszakilag leginkább ezekben az utcákban jelent veszélyt a belvíz megjelenése. Ezért kezdődtek itt a munkálatok, mondta az irodavezető. A tavasz végén további felújítási munkálatok indulnak majd meg. Így sor kerülhet a Kossuth utcai orvosi rendelő járdaszakaszának újjáépítésére is. A meglévő járdalapos megoldás helyett egy térkőburkolatú járda fog épülni. Ez a járdaépítés közel 600 000 forint vállalkozói díjjal került elfogadásra.